Na, ez van, hogy ott legelünk. Ezek a mocskok, meg emit vannak már. És amikor reggel eljöttünk, és mondjuk nem tudtuk egyből visszahajtani őket, akkor itt garázdálkodtak. És ugye most nem gond, mert ez is tarló, meg ez is tarló. De ha belenne vetve, akkor nem én lennék a legnépszerűbb szomszéd. Szóval sziasztok! Az elmúlt időszakban nem sok videó volt, erről szeretnék egy kicsit mesélni, illetve hogy most mi a helyzet velünk itt a Pogánytanyán. Körülbelül évelején volt az utolsó videó, magamról beszélve. Én ugye vállalkozó vagyok, teljesen majdnem az ellentetje a munkám a hétköznapi életbe, mint a tanyasi élet, akkor így mondom, mert én biztosításokkal foglalkozok, személybiztosításokkal, teljesen szellemi munka, ismerkedős, ilyen öltönyös, nyakkendős mondhatni. Itthon meg nyilván nem öltönyben, nyakkendőben fogok a földön dolgozni, és most nagyon arra koncentráltam idén, hogy a vállalkozásomból tudjunk boldogulni, mivel amint láthatjátok, egy építkezés felújítás közepén vagyunk, azért élünk egyébként a jurtában, és ugye januárban megszületett a kisfiunk, azóta gyakoroljuk a szülőséget, szóval volt teendő, és ezáltal a szabadidőnk nagyon minimálisra csökkent, az olyan minőségű szabadidő, amit itthon a tanyasi munkával tudunk foglalkozni, és a videók hiánya az igazából ebből adódó, hogy mivel nagyon lecsökkent az a erőforrásunk, amit szabadidőnek nevezzünk, hívunk, és mondjuk be van tervezve 10 dolog itthonra, hogy meg szeretnénk csinálni egy szombat délelőtt alatt, és én azt közben videóznám, akkor lehet, hogy csak 6-ot tudnék elvégezni belőle, de ez egy kicsit meglassítja a folyamatot a videózás, ezért nem volt annyi videó az elmúlt időszakban, és amint a példa mutatja, én most egy 6 perces videót már felvettem, csak nem volt jó a hang, szóval, ja, erről beszélek, hogy most újra felveszem. De azért csinálok mégis videót, mert megnéztük a Petrával a kommenteket, és annak ellenére, hogy nem videóztunk, nagyon aranyos, nagyon cuki kommentek jöttek, nagyon támogatóak és olyanok is, hogy jaj, de jó lenne már videó, és valahogy kedvet kaptam, hogy akkor na, beszéljek egy kicsit a jelenlegi helyzetről. Körbe mutattam itt a építkezési területet, mármint csak itt, ami mögöttem van, csináltunk az elmúlt időszakban, és utána kimegyünk villanypásztort összeszedni, mert a pirkák teljesen szétcseszték a jelenlegi villanypásztor rendszerünket. Itt vagyunk a nappalinkba, ott fogunk bejönni az egybenyitott konyhánk, étkezőnkkel, és itt lesz egy nagy nappali, és ez a látszat ellenére nem egy kifolyó cső, hanem egy friss levegő betápcső, mert itt lesz egy kandalló, mutatom. Egy ilyen kandalló betétet képzeljetek el, és ennek ugye külön kellett most alapot csinálni, kicsit mélyebbet, mint ha a szerelőbeton, lábazat, vagy lépésálló szigetelés, esztrikbeton, blablabla, annál egy kicsit komolyabb alap kellett ide, mivel akár egy másfél, két tonna is lehet attól függően, hogy mennyi a burkolati anyag. Így jön be a cső, ki van ásva, föl van rakva hóhatár fölé, itt egy talicska, idei projekt még az, hogy 30 centi mélyen kiszedni a homokot, kihordani valahova, és utána jöhet a szerelő betonozás. Bentre nagyjából ennyi a feladat, most majd mindjárt kimegyünk, de még mielőtt kimennénk, az előző okok miatt szeretnék egy kis segítséget kérni tőletek, hogy mivel nagyon kevés az erre szánt időnk, mivel ebből nekünk nincs bevételünk, csak szeretnénk mégis megörökíteni a Pogánytanya YouTube csatornájára egy-egy mozdulatot. Arra kérlek titeket, hogy milyen téma érdekel az életünkből, mert akkor igazából arra koncentrálnánk, és akkor hát, ha egy kicsit hatékonyabban tudnánk erről beszélni. Ami most ötlet fejünkben van,
hogy a jurtás élet nagyon sok embert érdekel, hogy hogy főzünk, hogy tisztálkodunk, mégis egy napunk az hogy néz ki. Azóta egyébként a jurtatúr óta teljesen átalakult, így hogy gyerekkel élünk. Ez egy téma lehetőség. A önellátási témakört is tudnánk videózni, de most idén abban nem voltunk annyira tapasztaltak. Meg a felújítás van, mint harmadik téma. Csak például én a felújítást azért nem szeretném annyira tüzetesen levideózni, mert interneten annyira sok okos van, hogy úgyis megtalálnának azok az emberek, kommentelők, hogy mi az, amit nem csináltunk jól, és igazából arra annyira nincs szükségem. Szóval a építkezés az nekem egyébként annyira nem videóra vehető dolog, de ha nagyon szeretnétek, akkor benne vagyok. Szóval most kimegyünk a legelőre, mert 4 birkánk volt tavaly, nagyjából annyit bír, 4-5 birkát bír el a területünk, de tesóm adott nekünk 4-et, és így most már 80 idén, és mivel a terület nem bír el ennyit, annyit történt, hogy a villanypásztort úgy kezelték a birkák, mintha ott se lenne, ezért szanaszét szaggatták, és a tarlókon, a szomszéd legelő, vagy a szomszéd tarlókon láttuk meg őket reggelente, ami most nem probléma, csak szanaszét van szaggatva a vezeték, ezt most össze kell szedni, hogy jövőre egy teljesen újat tudjunk oda telepíteni, illetve ugye a benti helyről megy ki maga a villanypásztor, és a benti helyen egy kerítés választ el ez a villanypásztor a birkák elől, és a kerítés mögött meg a gyümölcsfák vannak, most februárban lesznek 2 évesek ezek a gyümölcsfák, és most már is egyszer beszabadultak, és teljesen lerágták a leveleket, addig jó, amíg a leveleket, de például kint a legelőn ott is vannak gyümölcsfák, ott egész nyáron be tudtak szabadulni, és a rügyeket is, a vesszőket is lerágták, és 2 év alatt olyan, mintha most ültettük volna őket ősszel, szóval eléggé visszavette a fejlődésükből. Ezt megakadályozva szeretném a benti villanypásztort megcsinálni, hogy ne tudjanak bemenni, a kintit meg összeszedni, hogy jövőre teljesen újat tudjuk telepíteni. Na gyertek! Nos, ott láthatóak messze a bűnösök. A rendszerünk úgy néz ki, hogy van egy hálózati villanypásztor adapter, hívjuk így. Itt átjön, és itt végig megy egy vezetéken egészen a legelőig. Oda hátra, majd megmutatom. És ugye itt van egy kerítés, és itt vannak a gyümölcsfák. Idén amúgy itt volt cukkini és sütőtök. Hoppá, 18-as tartalom. Na szóval, hogy itt kellene végigjönni a pásztornak, de látjátok, hogy itt ez már itt meghiúsult. Itt kijön, csatlakozik a kerítésen át a kinti részre, és a kinti rész is 2 soron itt körbe volt igazából 1/2 hektáron vezetve, plusz így a gyümölcsfák is le voltak védve. Na hát voltak, de látjátok, itt most már csak 1 szával a sokkal. Ezt mind a kintit összeszedjük. Na, Erigyé! Videózok, nem érek rá. Gyertek! Kiengedlek titeket! Na, Erigyetek! Na, már ki is mentek. Erről beszéltem. Kint vannak a szomszéd tarlóvéján. Na! Húzzatok már vissza! Na! Félegyenesben vagyok, ott a jurta, itt vannak a birkák, ott kell behajtani. Arra! No, azaz! Mondszóljátok meg magatokat! Na, visszajöttem kintről,
föl lett szedve a villanypásztor, meg pár betonvas, kerítésre nincs időm, mert elvesztettem egy fogadást, és ma én csinálom az ebédet, és már fél egy van. Hát ez ilyen, nem szabad a Petrával fogadni, egyébként megsúgom, általában ő nyer. Szóval, amit a videó elején mondtam, hogy mire lennétek kíváncsi, azt írjátok meg kommentben, és ha tetszett a videó, akkor egy lájkkal tudtok támogatni. Igyekszünk ennél egy kicsit több videót rakni. A lájkkal tényleg tudjátok jelezni meg a kommentel, hogy érdekel-e titeket, rakjunk-e bele több kicsit energiát, vagy tényleg, hogy kicsit lendületbe jöjjünk, azzal tudtok támogatni, hogyha egy pár pozitív szóval buzdítotok minket a kommentben. Nekem van ötletem a melléképületről külön csinálni egy videót, a kertről, az idei zöldséges kertről, mi az, amit jól csináltunk, mi az, ami kevésbé jó, de ezen kívül, hogyha van valami ötletetek, akkor szívesen várjuk lent a kommentben. Én Misi voltam, ez itt a Pogánytanya, amint láthatjátok ilyen állapotban. Sziasztok!